Augusztus 22. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Márk evangéliuma 10. fejezet 45. vers. Jézus Krisztus tanításaival és példaadásával tökéletes képet nyújtott arról az önzetlen szolgálatról, amely Istentől ered. Isten nem önmagának él. A világ teremtése és minden dolog fenntartása bizonyítja, hogy állandóan másoknak szolgál. Aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté evangéliuma 5. fejezet 45. vers. A szolgálat ezen eszményét az Atya bízta a fiúra. Jézust állította Isten az emberiség élére, hogy példaadása által tanítsa, mit jelent a szolgálat. Egész életét a szolgálat törvénye alá rendelte. Szolgált mindenkinek és segített mindenkinek. Jézus mindig arra igyekezett, hogy ezt az alapelvet tanítványai lelkébe vésse. Amikor Jakab és János eléje tárták kívánságukat az elsőbségért, így felelt nekik. Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Máté evangéliuma 20. fejezet 26-tól a 28. versig. Ellen G. White, az apostolok története. Megszentelt ige hirdetés című fejezetből.